Az első nagymarosi sport és családi napon vagyunk éppen, amit a Nagymaros FT szervezésében megkért engem a Szekeres Feri, hogy csináljunk egy ilyen kis családi napot, amiből egy ilyen főzőverseny és kispályás foci torna, kézműves vetélkedő, aszfaltrajz verseny és egy nagyon-nagyon sok rétegű program jött össze. Elég sokan gyűltünk össze Damásról, Szobról, Nagymarosról, tehát elég zebegényből nagyon sokan sikerült összejönni, kisgyerekek, nagygyerekek, ez az egész piciktől, két évesektől kezdve az egész felnőttekig mindenki megtalálja magának való programot. Ez egy új dolog, a záróbuli, minden évben szokott záróbuli lenni itt a focipályán, és ezt szerettük volna egy kicsit jobban fellendíteni, és ez reméljük, hogy a következő években is hasonlóan sokan ellátogatnak hozzánk, és mindenkit várunk alapból szeretettel. Kispályás foci torna van a kicsiknek és nagyoknak egyaránt, tehát hogy az utánpótlásnak és a felnőtt csapatoknak is itt már lehetnek azért idősebbek is, tehát a gyerekfiúkat is bevontunk az egészbe. Ez mellett főzőverseny is van, emellett még aszfaltrajzverseny, ami bármilyen korosztálynak lehetséges kis motoros versenyünk van, ahova tényleg az egész piciktől, két éves kortól, egy éves kortól nyugodtan lehet jönni, akár öt éves korig is. A jövőt illetően ebből próbálunk majd hagyományt teremteni, és minél nagyobb és nagyobbra csinálni ezt az egészet. Én már felvetettem azt is, hogy visszatérhetne a sportbál, aminek a befolyt összegéből meg lehetne csinálni ezt az eseményt, és ez remélem, hogy jövőre majd így lesz, és sikerül sportbált is csinálnunk itt Maroson, és akkor annak az összegéből pedig finanszírozni ezt a napot, és még színesebb, és még több programmal tudjuk ezt az egészet bővíteni.